sziasztok! A mai vendégem az Opcióguru oldalnak az alapítója, Geri, akit szerintem a legtöbben már ismertek, és azért hívtam őt meg, azért találtuk ki ketten ezt a mai beszélgetést, mert szeretnénk egy kicsit a részvénypiaci befektetés és kereskedésnek a pszichológiai oldaláról beszélni, Gerinek rengeteg évnyi tapasztalata van, nem akarlak öregíteni, de ez az igazság. Köszi. Nekem is szerintem elég sok évnyi tapasztalatom van más-más területről, és próbáljuk most, most ezt így összehozni nektek, hogy a, a lehetőleg több hasznos infót kapjátok meg egy beszélgetés keretein belül. Szia Dávid, sziasztok! Köszönöm szépen a bemutatást. Rólam annyit érdemes szerintem tudni, hogy 15 éve kereskedek opciókkal, tehát gyakorlatilag már mindenféle piacot láttam, bár nem tudom, hogy mi jön most, de, de elég sok mindent láttam már. Ebben volt iránytrading, volt iránymentes kereskedés, hol aktívabban, hol kevésbé aktív, attól függően itt a családi helyzet, hogy engedtem, mert amikor gyerek születik, meg az ember költözik, akkor nyilván nem trédel annyit. Tehát, hogy változó piacon, változó volatilitás mellett, változó poziméretekkel elég sok mindent sikerült már megtapasztalni. Úgyhogy amikor a Dávid megkeresett azzal, hogy akkor beszélgessünk a pszichóról, örültem neki, mert elég sok érdekes dolgot tudunk szerintem, amit kezdtem összerakni ebben a témában. Gondolom, hogy azért te is tapasztaltál meg a, a piaci jelenlétet során, 10 év alatt elég komoly személyiségfejlődést, szemléletváltozást. Van esetleg valami, ami ezzel kapcsolatban így, így direkt eszedbe be jut? A riges példáddal kapcsolatban nem tudom hányszor írtam le kezdetben a trading naplomban, hogy Geri, mikor hagyod már végre abba azt? hogy mások után mész. Uh -huh. Tehát amikor ezt olvasod, meg azt olvasod, meg ugye tradingben nagyon sok fajta fórumban, nagyon sok okosságot lehet tradingben is olvasni. És ugyanez a fajta kiszolgáltatottság nálam is bejött, ami nálad, hogy oké, okay, benyitotta, és akkor most mi van, itt állok bukóban, na, na mikor lesz, ki kéne zárni, ki kéne zárni, megy ellenem, megy ellenem, mi történik? Tehát ez, és én ezt nem egyszer követtem el, nem tudom, te hányszor követted, de én nagyon-nagyon sokszor követtem el ezt ezt a hibát, hogy akkor jött egy ötlet, ami nem saját ötlet, jött valahonnan, valami uh -huh. nem is fórum, valami cikk, elemzés, tök mindegy jónak tűnt, de nem saját volt, belementem, ő jobban tudja nálam, ő biztos sokkal, többet ért hozzá régebben, csinál, stb. Abszolút önértékelési és egó kérdés, hogy én nem vagyok elég jó. Én, nem, én ezt nem érdemlem meg, ő jobban tudja, egyébként is én ebbe egy kicsit bizonytalan vagyok, akkor inkább kövessünk másokat. Tehát ez, ez hihetetlen sokszor előjött, és a tradingben szerintem azért is jelenik meg, ez talán többször, mint az investmentben, mert eleve több pozival foglalkozol. Tehát, hogy alapvetően, én, amit leszűrtem például ö, ennyi év alatt, az az, hogy nagyon sok ember úgy tekint a trading pozijára, mint hogyha a következő pozin kvázi össze kéne házasodni. Uh -huh. Tehát, hogyha egy, van egy trader, aki egy évbe köt több százat, akkor a következő pozi csak egy pozi. Tehát, hogy a tradingben nincs benne az, amit te szoktál mondani a féle megközelítés uh -huh. a buffettől. Hogyha köt 5000 meg tízezret mondjuk egy, egy karrier során, akkor nem mindegy, hogy a következő az most... Az most nem azt mondom, hogy nem mindegy, hogy jó vagy rossz, mert persze, hogy valahol fontos, de nem súlyozom túl a fontosságát. Abszolút Tehát, hogy értem. Nem kell, ne, ne, ne görcsöljek rajta napokig, hogy azt bekötöm. Az egy pozi Ha azt értelmesen méreteztem, jó a poziméret méret, és jó a kockázatkezés, akkor tök mindegy idézőjelben, hogy nyerő vagy vesztő. És én, hogyha hibáknál találtunk, csomó dologról maradtam le amiatt hogy agyaltam rajta, be kéne kötni, jó lesz ez? Nem ezzel a spreaddel, azzal a spreaddel, nem ezzel a lejárattal, azzal a lejárattal. És agyaltam rajta addig, amíg elmegy. Ugye ilyenkor mi a tipikus hiba, Elkezd elmenni, és akkor indul az árnak a hajszolása. Uh -huh. de, de, de én benne akarok lenni, és persze mikor fordul, miután bekötötted. Tehát ez annyira, annyira klasszikus, hogy túlelemzem, kimaradok, de nem akarok kimaradni, ezért beszállok, és ezért azért bukok, mert későn szálltam be, és chasing volt. Követtem, hajszoltam az árat. Tehát, hogy tradingnél ez, ez elég gyorsan meg tud büntetni, mert az időtáv rövid. Abszolút világos. Én egyébként azt szűrtem le ebből, hogy én továbbra is input információként értékesnek tartom azt, amit mások írnak, vagy amit egy nagy befektető dönt, mondjuk. De az a kulcs, hogy input információ mm. nekem, és utána végig kell futtatnom a saját Gondolatmenetemen a saját rendszeremen, és ha ott nem állja meg a próbát, ha nem tudom, hogy én azt miért, miért venném és miért venném, akkor nem veszem. Viszont ez egy nagyon érdekes pont, amit felvetettél, hogy hibáztatni, tehát szerintem, ha valaki sikeres akar lenni abban, amilyen pályán mi játszunk, bármelyikünk, ott a 100% felelősségvállalás az alapvető. Tehát én azt gondolom, hogy egyetlen dologra van neked ráhatásod a reakcióra. Tehát az, hogy a saját reakcióra, tehát hogy milyen esemény történik a piacon, azt nem tudjuk befolyásolni. Az adott reakciónkat tudjuk befolyásolni, csak és kizárólag arra van kontrollunk, ráhatásunk, és ennek a kettőnek az eredőjeként, a két tényező eredőjeként majd születik valamiféle eredmény. De az eredmény képletből én csak magamat tudom kontrollálni, befolyásolni. Uh -huh. Uh -huh. Tehát dob a piac egy helyzetet, most csak mondok valamit, tegyük föl, hogy a minőségi növekedési részvényeket éppen agyonverik azért, mert kamatemelési para van, mondjuk az osztalékos részvényeket valamivel kevésbé verik agyon, és akkor dobott a piac egy olyan lehetőséget, hogy akár át is lehetne rendezni egy befektetési portfóliót, hogy, hogy arányaiban jól el tudok adni az osztalékos részvényeimből, és tudok venni mondjuk olyan minőségi növekedési részvényeket, amiket eddig csak nézegettem, de nem úztak be olyan értékeltségre, ahol megvettem volna. Ez egy lehetőség, egy esemény a piacon, de hogy erre hogy reagálok, az, az kizárólag rajtam múlik, azt azt a dolgot tudom kontrollálni. És nem szabad azt mondani szerintem, hogy erre azért nem reagáltam úgy, mert Mert most építkezek, és az nagy stressz, mert most nem tudom, kaptam egy levelet, és a, amiatt, mert nem tudom. Tehát csak és kizárólag a tükörben van a válasz arra, hogy, hogy miért azt a reakciót adtam, amit... És egyébként ez, ez szerintem tényleg függetlenül attól, hogy trading vagy, vagy befektetés, amíg valaki ezt a megközelítést nem teszi magáévá, hogy csak és kizárólag én vagyok a felelős a döntéseimért, addig, addig olyan hosszú távú sikerépítésről nem igazán beszélhetünk. Ezért érdemes szerintem egyébként hónaplót írni. Uh -huh. Hogy uh, hogy azok az érzelmek kijöjjenek, amik egyébként nem biztos, hogy egyértelműek. Tehát ez amit mondasz, hogy a felelősségvállalásoknak meg kell jelennie. Tehát, hogyha ha egy, egy, egy pozitmenedzsben közben az ember azt érzi, hogy a másikat hibáztatja, tök mindegy, kit követ, akkor az egy jel arra, hogy itt van, mint dolgozni. Ezért is én régen nagyon-nagyon sokáig írtam tőzsepsziónaplót, ma már annyira nem jellemző, amiben megjelentek azok, hogy miért akarok zárni, miért akarok nyitni. Azért akarok nyitni, mert FOMO van. Ha fomóból akarok nyitni, az nem jó nyitási elv. Tehát van valami egyértelmű jelzés, van valami olyan egy a sztoriban, ami miatt nyitni akarok, vagy azért, mert félek, hogy lemaradok, mert a haverom is épp nyitott. Tehát ugye ezek annyira erős driverek, hogyha az ember nem írja le, sok esetben egyáltalán nem tudatos rá, hogy miért nyitja. Nekem sokszor fordult olyan, hogy visszanézem a naplóba, hogy mit csináltam korábban, és nem is értem, de ezt miért nyitottad be? Mm. Tehát ugye, hogy leírod, amikor még nem volt mellette igazából túl sok érvelés, csak azt, hogy benyit, de miért nyitottad, de tök fura, ott ezt így gondoltad, tehát, hogy annyira, ugye, mivel te is mondod, hogy ez egy nagyon durva önismereti sztori, és elég drága a trading is, meg a befektetés, érdemes trekkelni, érdemes követni, érdemes monitorozni azt, hogy hol tartok ebben a történetben, mert azt gondolom, hogy mindig mindenkinek van mit tanulnia, van még mit tanulni, nincs, hogy Kész vagyok, tőzsdepszióba Ugyanúgy hatnak rám most is az érzelmek, tehát, hogy ugye sokszor lehet azt olvasni, hogy, hogy legyél érzelemmentes a tradingben. Én lehet, hogy rosszul csinálom, de én nem tudok. Tehát, hogy tökéletesen az, hogy most én full objektíven, feketén, fehéren lássam, az nem valósult még meg. Mindig van érzelem. A, igazából a kérdés az amplitudója a sztorinak. Ha nagy az érzelem, valamit rosszul csináltam. Én azt tanultam meg kezelni, hogy, hogy bizonyos dolgok már nem rángatnak meg annyira, és ezt mondjuk normálisan pozitív méretezéssel lehet kezelni, meg egyértelmű kockázatkezeléssel. De hogy én nem hiszek abba, hogy van érzelemmentes trading. Még egy gondolatot engedj meg itt a családi sorskönyvi üzenetre, hogy abszolút ez a, hogyha ha például a gyerek megkapta azt az üzenetet gyerekkorában, hogy keményen meg kell dolgozni a pénzért. Ugye van, akik ezt kapják, én például ezt kaptam. Annak szerintem tök nehéz ücsörögni, és nézni mondjuk a nagy nyerőt, vagy, vagy éppen nem csinálni semmit, ami nálat pont, hogy fontos is lenne. E, a tradingben egy kicsit más mert ott, ott elhittetheted magaddal, hogy aktív vagy, és ezért hasznos vagy, de ott is sok esetben egyébként a pozíban nem kéne belenyúlni, és mm -hmm. akkor jó. Plusz a, a keményen meg kell dolgozni, nem vagy elég jó, ezek mind-mind blokkolják azt, hogy valaki nagy nyerőt tartson hosszú távon megjelenik a belepiszkálásnak az igény. Hogy egy kicsit kizárom, most megideologizálom, hogy miért jó ebből kiszedni, de csak azért, hogy csináljak valamit. Tehát, hogy, és, és ezek azért jó, hogyha rálátsz, mert nem azt mondom, hogy azáltal, hogy leírod, eltűnik. Sosem ezt állítottuk. Hanem azáltal, hogy leírod, tudatossá válik, minél többször jött le, annál tudatosabbá válik, és annál inkább rálátsz a legközelebbi momentumnál arra, hogy ezt most ez a driver hozta be, akkor megint lépjünk egyet hátra, és nézzük meg, hogy hogy tudnék racionálisan dönteni ebben a helyzetben. E, és ebben ugye a pszichónapló, vagy egyáltalán az önismeret, önismereti út tud segíteni. Nyilván egy idő után nem kell leírni semmit, hiszen tudod, hogy ugye benne vagy x éve, akkor tudod, hogy most ez zajlik, megint jön a mintám, jó, megint legyél hasznos, megint csináld, lép hátra, akkor leszel hasznos. És tényleg ez a tégy erőfészítést, ez a nem tudom, ismerek olyan embereket, akiknél ez van, és nagyon hasonlóképpen gondolkodunk, hogy, hogy akkor vagy értékes, ha csinálsz valami hasznosat. Uh -huh. És ugye a tradingben meg te is tudod, hogy ugye a befektetésén sokszor akkor vagy igazán hasznos magadnak, ha semmit az égvilágon nem csinálsz. Így van. Csak ezt nehéz belülvinni, hogy de, de, hát, de hát én keresetek úgy pénzt, hogy nem csak semmit idézőjelben. Érted? Tehát, hogy valahogy bele kell, jön az igény, hogy bele kéne piszkálni. És ez például okozza azt a hibát, ha már hibákról is beszélünk, hogy overtrading. Tehát ez a túltrédelem magam. Leülök azért, mert van időm, és akkor van kedvem kötni. De hát ez nem feltétlenül így kéne működni, hogy csak azért kötök, mert kedvem van kötni. Tehát, hogy ezeket is érdemes felszíre hozni. Az az érdekes egyébként, és ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy Neked ugye sok trading pozit van, a kereskedés a fő fókuszod, de emellett azért van egy investment, egy befektetési lába is már a portfóliódnak, amit alakítasz ki folyamatosan. Hogyan tudod ezeket elkülöníteni, mert nyilván máshogy kellene ezekhez viszonyulni pszichóban, aktivitásban és a többi. Ez mennyire nehéz neked? Eléggé. Tehát nem könnyű a két tevékenységet szétválasztani. Aha. Régen még egy számlám volt minden, aztán ezt próbáltam mechanikusan is tényleg szeparálni egymástól. Most szét van bontva, most a hosszú távú részvényportfólió ebay n csücsül, az aktív Trading többnyire tasty works. Uh -huh. Tehát eleve meg tudom azt csinálni, hogy nem nyitom ki az eBay-t. Tehát nem rá se nézek, hogy, hogy áll uh -huh. az investment uh -huh. a hosszú távú, viszont azért én küzdök azzal, hogy ne piszkáljak bele. Uh -huh. Ne legyen az, hogy kis scale-out ebből, kis kollopció kiírás abba, ki, tehát, hogy ilyen ellene tradingedés. Uh -huh. Tehát, hogy ugye eleve az opciós eszközök adják azt, hogy, hogy bizonyos volatilitás mellett miért ne írhatnék ki még, meg stb. Tehát, hogy, hogy én nagyon sok dolgot rontottam el a hosszú távú portfólió építésben a trading szemlélettel. Aha. Ezt így teljesen nyíltan felvállalom, hogy, hogy egy csomó mindenben még benne kellene ülni. Mert, hogy Tradingben, momentumban kizártam adott esetben, és úgy voltam, hogy jó majd, ha lejjebb jön, visszakötöm. És ugye ilyenkor mi történik? Hát nem jön lejjebb. Tehát akkor meg már nem futok utána, tehát hogy nagyon-nagyon szeparálni érdemes a kettőt. És én, mint ahogy veled is beszélgettük többször, hogy, hogy én nem szállok messze annyi időt a, a ilyen részvényportfólió hosszú távú befektetésen, a menedzselésére és kiválasztására, nem is érdekel annyira. Pont ezért kellene, sokkal inkább távol maradni ennek a piszkálásától. Ezért is ideális egyébként az, hogy már ez teljesen technikailag is szét van választva. Ez a, tehát az IB, meg ugye a néztilöktes <coughs> dolgok. De nehéz. Tehát aki, aki aktívan nézi a piacot, ugye maga a trading miatt eleve minden nap nézem. Tehát nem tudom nem észrevenni, ha olyan dolgok vannak. Tehát ez abszolút egy önkontroll kell hozzá, hogy... A hosszútávú mondjuk Facebook poziba nem kellene belepiszkálni. Persze azért voltak jól első dolgok is, de, de alapvetően azért nem ez a jellemző, mert amikor mondjuk megy valami nagyon, és ellene lehet kötni mondjuk fedezetbe egy butterfly és akkor azon még hozni, amikor visszakorigál az alaptermék. Ezek tök jó dolgok, csak ez ugye trading. Uh -huh. Itt rögtön összeházasítottad a tradinget a hosszú távú alaptermék tartással, és bele lehet olyanba is futni, hogy a rövid távú tréning elképzelésed miatt elvisz, elviszik a hosszú távú pozitat. Mert mondjuk úgy írták ki kolt, hogy viszik. Tehát, hogy, és akkor tök jó, most kerestem rajta plusz egy százalékot, de egyébként nincs meg a hosszú távú pozi. És akkor utána fel kellene tartanod azt a, azt a monitoringot, hogy mikor tudom visszavenni, akkor mivel sok a pozi, nem biztos, hogy tartod. Nem biztos, hogy akkor lépzel, stb. 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 Ettől függetlenül ugyanúgy megvannak a hosszú távú pozikra az alertek, tehát, hogyha egy olyan belépési szint van technikailag, ahol érdemes lenne még ráépítenem, azt általában megszoktam tenni. Tehát, hogy többnyire technikailag, de hogyha mondjuk nyilván hosszú távú fundamentális, már mennyire én elemzem ezt, a sérül, akkor már nem építek rá, de alapvetően azért ezzel kapcsolatban jön alert, és hogyha úgy ítélem, mert ugye mostában azért voltak leárazások, nem olyan nagy, de ki tudja még mi lesz még, akkor, akkor elveszek, de hogy Próbálom azért valahol ezt így, 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 így külön kezelni, de nem könnyű, mert eleve ott ülsz minden nap előtte. Ugye aki csak befektető, annak idézőjelbe könnyebb, nyilván senkinek se könnyű, igaz, ismerjük a helyzetet, mert hogy eleve nem kell leülnöd minden nap. De azáltal, hogy van egy csomó nyitott trading pozim, nincs olyan, hogy nem ülök le. Világos. Még nyaraláson is, és ez nyilván nem népszerű. Tehát amikor azon is az ember menedzseri a pozícióit. Ezért. Én egyébként ezt úgy szoktam menedzsálni, hogyha van egy uh, hosszabb veszteséges széria, akkor, akkor dinamikusan csökkentek poziméretet. Aha, ezért hát, nem, nem azt, uh, nem azt uh, kérdőjelezem meg, hogy a következőt meg kell lenyitni, uh -huh. hanem kicsit kevésbé, uh, tehát kevesebb, kisebb pozimérettel, illetve jobban figyelek például a scale-inre, meg a scale-outra. Ugye a scale-in, meg a scale-out az a... A tradingnél az kvázi annyit jelent, hogy mondjuk van egy adott trading poziméret, amit el akarsz érni, uh -huh. és mint ahogy te is csinálod a, a befektetéseid, de hogy nem egyben nyitod meg a poziméretet, hogy ráraksz egy negyedet, még egy negyed, még egy negyed, még egy negyed, és mondjuk három vagy négy alkalommal nyitod be a teljes poziméretet, hogyha a piac validálta az elképzelést. És hogyha van egy rossz széria, akkor vagy kevesebben megyek be, vagy lassabban szkél inelek rá, de hogy igyekszem nem magát az elképzelést megkérdőjelezni, hanem inkább csak abból tanulva, hogy most ez egy rosszabb széria, kicsit visszavenni. Nem, nem tizedére, tehát ne azt képzeld el, hogy tizedére, hanem egy pici, kicsit kisebb pozícióval. Ezáltal mondjuk csökkenthető az ebből fakadó idézőjeles rossz érzés, de hogy régen például azt a hibát is elkövettem ennek a témának a kapcsán, hogy, hogy magát az elképzelést is megkérdőjeleztem, hogy, Ja, ez is biztos, hogy rossz lesz. Érted? Tehát te, ugye ez, amit te is mondasz, hogy, hogy de hogyha volt öt rossz, akkor tudja a következő is, rossz. Á, nem, ez be És persze visszanézel, mi történt, tök jó pozi lett volna. Tehát, hogy ezeken át kell esni, hogy, hogy a következő pozi megnyitásának a valószínűsége, meg a kimenetele, az ne függjön az előző sorozattól. Iszonyat nehéz. Erről lehet írni, meg lehet olvasni róla, de hogy belül ez nagyon nehéz lekezelni, mert akkor is mozgat, hogy hogy van benned egy... Ugye az ember hajlamos a közelmúltat túlsúlyozni. Uh -huh. Tehát ami mostanság történt, ez fontosabb, mint ami két éve történt. Ha a közelmúltban van egy ilyen kicsit idézőben kudarcos élménysorozat, akkor ez befolyásolja a következő nyitást. Emberek vagyunk, ez így fog működni. De itt megint jó a pszichónapló. Félek benyitni? Miért félek benyitni? Ha értem, tehát ha mondjuk van egy, van egy logikus érvelésem, hogy azért, mert a Fed, meg blablabla, meg, bla, bla, tehát meg tudom magyarázni értelmes, hogy miért félek benyitni, az más, mint az, hogy csak azért, mert az előzőek bugók voltak. És itt jön be a képbe szerintem a probabilisztikus gondolkodásnak a fontossága, meg hogy az, hogy egymástól független eseményekről beszélünk, uh -huh. tehát lehet, hogy nem tudom, háromszor pirosat pörgetett a ruletkerék, de attól még az semmit nem mond arra vonatkozóan, hogy a következő pörgetésben a valószínűségek módosultak volna, mert nyilván nem. És szerintem éppen ezért a, a pókeres folytatott beszélgetésemből amúgy nagyon sokat lehetne tanulni, ha valaki olyan füllel hallgatja azt meg, hogy ott is ugye volt egy leosztás, és mondjuk valami rosszul sült el, de attól neked a következő leosztást úgy kell lejátszanod, mintha az előző szinte nem lett volna. Most attól tekintsünk el, meg Gábor kiavítana, hogy abból a leosztásból megtanultál valamit az ellenfeledről, akkor azt az inputot azt nyilván beépíted a, a játékodba, de hogy attól a, a kártyás alapvalószínűségek azok nem változtak. És ez befektetésben is ugyanígy van, hogy attól, mert rövid távon nem adja ki az elmúlt, nem tudom, három részvényválasztásom azt, hogy nekem igazam kell, hogy legyen. Egyrészt nem is biztos, hogy mindig igazam lesz, másrészt sosem mondtam olyat, hogy rövid távon ki kell adja, de valamiért mégis nézem, hogy akkor ú, most mi van. Attól még nekem ma a negyedik, a következő döntésnél is csak arra szabad fókuszálnom, hogy ott az edgem, az előnyömet a lehető legjobban játszam meg. Tehát a jó elemzés folyamányaként belőtt, szinten, ahonnan kijön az a teljes hozam potenciál, ami nekem kell, igazából meg kell húznom a ravaszt, és lépnem kell. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogasd meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő támogató befektetői közösségnek. Reméljük, hamarosan téged is klubtakként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a Hello -kukac címen.